tettek embere, magyar családellátó alapítója, Király Roland. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én egy Fidesz szavazó voltam, azért úgy lehet ezt mondani, hogy Fidesz mi épp, Fidesz Jobbik, és Fidesz mi hazánk, és most tettem le a lantot egy pár éve a fejembe, én már nem tudok többet szavazni a Fideszre, nem tudok. Egyszerűen nem tudok, mert nagyon sok értéket látok, amit létrehoztak, de most már a mérlegben több az értéktelenség és a komaság, mint kellett volna, és ezúton elbúcsúzok tőlük. Tehát idáig tudtunk együtt gondolkodni, idáig sem egyébként, idáig sem. És jelenleg egy pártot látok, és nem azért, mert ide vagyok meghívva, őszinte szóval több párt is hívott, és máshova nem mentem el. De úgy voltam vele, hogy most már nagyjából fogom jelezni, mert nem lehet tudni rólam, hogy melyik oldalon állok. És most úgy gondoltam, hogy akkor most el fogom mondani, hogy úgy gondolom, hogy ez a vonalban nem látok még hibát. Remélem nem is lesz. Remélem tanultak más pártok hibáiból. Remélem, hogy a pártrendszer labirintusában ez a párt, ez másképp fog működni, most úgy látom igen, de ez majd később fog kiderülni, de a bizalmamat ide fogom megelőlegezni, és az a baj, hogy a bizalmunkat már megelőlegeztük hasonló pártokhoz, vagy más pártokhoz, és mindenki mindenhol csalódott. És most Magyarország jelen pillanatban ott áll, és a kis- és középvállalkozások meg nagyon ott állnak, mert azok emberekből állnak, tehát a kettő nem nagyon más, hogy már gyakorlatilag minden pártba csalódtunk. És most már nem tudjuk, hogy jó, most oké, ha ebbe hiszünk, de akkor itt is majd jön egy csalódás. És már kicsit úgy érezzük, hogy én nem vagyok se jobb oldali, se bal oldali ember. Én magyar ember vagyok, jobb és bal kézzel. És most már szeretném azt, hogy nem ne oldalak legyenek, hanem egyszerűen konkrét tudás legyen, konkrét pártnak, konkrét programmal, és konkrétan végigmenni egy úton. Kegyetlen fideszes voltam, na szóval én a fideszek kegyetlenebb ember szerintem csak a DK-sok lehetnének. És gyakorlatilag nem voltam fideszes egyébként, ezt hozzá kell tenni, mert ezt mindig elmondtam mindenhol, de oda kötöttek, mert nem láttam csak őket, vagy a miépet, vagy a Jobbikot, és most már a mi hazánkat, de most már őróluk már le kellett mondjak, mert nem látom. Most már nem látom a perspektívát bennük, és még egy dolog, őket csak a fideszes szavazók tudják leváltani. Tehát őket nem fogja más leváltani, hanem a fideszes szavazók, hiszen abból kaptak többet, és azok a csalódott fideszes szavazók fogják leváltani. Én nem hiszem, hogy máshogy sikerül, csak ki az alternatíva. Tehát én abba bízok, hogy ez az alternatíva, ahol vagyunk, ez valós lesz, és én ezért nagyon drukkolok. Tehát én ezért nagyon drukkolok nektek. Segítünk ebben abban egymásban, nem csak az, hogy néha beszélünk telefonon, hanem a Seregi Balázsnak Döbrök közben, aki innen Zuglóból lement, sajtokat készít, őt budapesti kézművesztéségekbe beajánlottam, most már nagyon sok helyre szállít sajtot, kecskesajtot, tehénsajtot. A feleségednek az édesapja, ugye állatorvos, és ő szokott kimenni hozzá, és amikor Balázs még nagyon csóró volt és szegény volt, és balul ütöttek ki a dolgai, akkor a te apósod ingyen ment ki segíteni neki, nem csak neki, sok mindenki másnak is, és minden adminisztratív, papírozási problémába, amikor az ember bajban van, és semmire már nincs agya, és a kétségbeesés van, devizaitás, stb. Miatt, akkor például ő is nagyon, most ez nem a reklámhely, ez egy tény dolog, és akkor kiment és segített nekik, hogy jó, nyugodjatok meg, ezt megcsináljuk, akkor telefonált, hogy onnan körbálát, hátra tudnánk, adjátok már oda, nem rossz srác, majd visszaadja, vissza is adta, stb. Tehát mostanra eljutottunk oda, hogy mindegyikkel nagyon jóba vagyunk, mindenki próbál a másiktól vásárolni, vagy segíteni, vagy valaminek utána nézni, vagy egy devizahitelt kitisztázni, az most már hásnak nem engem érint. Tehát, hogy mit akarok ezzel jelezni, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencében ennyi évszázad után úgy tűnik, és én erre nagyon sok bizonyítékot itt föl is tudnék sorolni, hogy elkezdtük megtanulni azt, hogy ez így, ahogy csináltuk, már tovább nem mehet. Széthúzás, az, hogy nem segítünk egymásnak, nem segítünk önmagunkon. És elkezdtünk másképp viselkedni. És most kezdenek új viselkedési minták, metódusok kialakulni.